Sziasztok, Orsi vagyok! Ha nem tudjátok esetleg, hogy a locsolóknak milyen kis sütivel kedveskedjetek, akkor létezik egy olyan olasz keks, aminek az a neve, hogy Bácsi di Dáma, tehát a hölgyek csókja. Hát ennél jobb ajándék, vagy ilyen kis cukiság nincs is. Először azzal kezdem, hogy a csokira az éjcsokira, ráöntöm a már jó forró tejszínt, beleteszek egy csipet sót, és egy ilyen habverővel elkeverem, hogy kapjak egy szép homogén krémet. Teljesen elolvad benne minden csokoládé, akkor ez most megy be a hűtőbe, hogy szépen összeálljon. A tésztához pedig összeöntök mindent, tehát lisztet, porcukrot, török mogyit, sót, és a vajat. És egy neművé gyúrjuk. Nem gyúrjuk, hanem gyúrom a tésztát. Kicsit bevizezem a kezem, és gyúrok golyókat. És még mielőtt rátenném a sütő papíros tepsire, és bemenne a sütőbe, csak ráteszem egy tányérra, és berakom picit a hűtőbe. És akkor ilyen diónyi nagyságú golyszlikat gyártok. Akkor ezek most bemennek a hűtőbe picit, negyed órára, és utána sütőpapíros tepsi és sütő. Itt vannak, vagyis hogy ültek kicsit, összeálltak. És fogom és rápakolgatom kellő távolságban őket. 175 fokos sütőbe megy be, 12-15 perc. No, kivettem a sütőből, lehúztam a tepsiről, hogy hűljön. 15 perc volt, ami kellett neki, hogy ilyen szép aranybarna legyen. Közben kivettem a hűtőből a krémet, ami ilyen szépen összeállt, pont ilyen jól használható. És két megjegyzés, hogy az a golyó, az a méret, amit kigolyóztam, az a nagyobb dió méret, annak a fele elég, mert ilyen nagyok lettek. A másik pedig az, hogy még egy fél órával tovább kell pihentetni, mert azért terültek el jobban, mint ahogy számítottam rá, meg ahogy terveztem, mert valószínűleg a vaj még nem teljesen dermedt vissza a kis golyókban sütés előtt, úgyhogy még egy fél órát ráhúzhattok a pihentetésre, és akkor a töltés az pedig annyi, hogy vagy kanállal, vagy habzsákkal, teljesen mindegy, szépen meg lehet tölteni jó gazdagon, és egy másikat ráfordítani. Ezek most nem csókok, hanem puszik, jó nagy puszik. Jó, jön a kóstolás. Nagyon finom. Én azt mondom, hogy ez egy szuper süti, és gyorsan is kész van. Mi mást is mondhatnék? Próbáljátok ki. Sziasztok!